Szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket, György Ildikó vagyok. Mai első vendégem Gyulainé Horváth Krisztina. Kriszti, üdvözöllek téged. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Kriszti mandala festőművész és lélekgyógyász is ez egyben. A többi tanítóhoz hasonlóan hatalmas utat járt be élete folyamán, míg ide jutott, hogy mandala festőművész lett belőle. Kereste önmagát, kereste az útját, hogy ki is ő valójában. 33 éves korában fordult egy hatalmasat az élete. Egy pajzsmirigy vizsgálat során nagyon magas értéket állapítottak meg, a normál érték 50-szeresét mutatta ott a műszer, illetve az édesanyja betegsége kapcsán indult el ezen az úton, az önismeret, önfejlesztés útján. A többi tanítóhoz hasonlóan nagyon sok mindent megtanult, megtapasztalt életében, könyvek, tanítók, tanfolyamok segítségével. Ezek között ott volt a Reiki, a Pránanadi, aztán az SVT és a lélek hangoldás, ugye? Jól mondom? Már nagyon-nagyon közel hozott ehhez a területhez, amivel mai napig foglalkozol. Így van, így van. És igazából összefügg a kettő, tehát a mandala és a lélek hangoldás karöltve. Vannak egymással. Kriszti, valószínűleg a nézőink nagy része pontosan tudja, mi az a mandala, de mégis leplezzük le. Rendben. Mik ezek a mandalák? Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, és beszélhetek a fénymandalákról. Tulajdonképpen természetesen órák hosszat lehetne beszélni róluk, gondolom. Attól függ, hogy mélységeiben ugye mennyire megyünk, mennyire hatolunk a varázslatos világukba. Maga a mandala szó szanszkrit eredetű, kört, korongot, karikát jelent. Én a teljesség, a tökéletesség, illetve az egység szimbólumának nevezném őket, nagyon összetett szimbólumok, nagyon sokféleképpen értelmezhetőek. Általában ugye a keleti kultúrához kötik a mandalákat, de ha egy icipicit is szétnézünk a világba, észrevehetjük, hogy tulajdonképpen minden kultúra gyökerében megtalálhatóak, ugyanúgy a magyarság gyökerében. Igen. Például a népi fafaragásokban, a hímzéseinkben, a csipke mintáinkban mind-mind egy mandala. Természetesen vannak egyetemes szimbólumok is, mint például az életvirága. Igen. Ugye az élet maga, benne van az élet áramlása, az élet maga, körforgás, és ezek a gyönyörű, csodálatos, élő, lüktető, pulzáló energiák beszélnek hozzánk, színeik és formáik alapján üzennek nekünk. Igen, és csodaszépek, úgyhogy ugye látják itt a kedves nézők, akik már hetek óta kísérnek minket figyelemmel ezeket az adásokat, hogy most a könyvek helyett ezeket a gyönyörűséges mandalákat tettük ide az asztalra, illetve az asztal elé, tehát varázslatos, akkor milyen öröm rájuk nézni. Kriszti, hogyan működnek, hogyan hatnak ezek a mandalák? Tulajdonképpen ezt úgy kell elképzelni, minden egyes mandalát, mint egy kapu, mint egy folyamatosan nyitva álló kapu, amin keresztül az energia folyamatosan áramlik hozzánk, és éppen ott hat azon a területen, amire az itt és mostban szükségünk van. Mondanál erre példát? Tehát, hogy mire gondolsz, milyen hatásai vannak nekik? Hát többek között ugye egy mandalával, amikor kapcsolódunk, akkor egy szívtől szívig, egy lélektől lélekig való kapcsolódás történik, kis láthatatlan fényszálaival átsző minket, és megelemeli a rezgésszintünket, ezáltal beindulnak a szervezetünk öngyógyító folyamatai. Harmonizál, tisztítják a teret körülöttünk, gyönyörűen egyensúlyba helyezi a csakráinkat, rengeteg féleképpen tudnak ránk hatni. Tehát már pusztán az, hogy most itt vannak ezek a szépséges mandalák itt az asztalon, már itt hatnak ránk. Ugye? Abszolút. De nagyon jó rájuk nézni, akkor már a rezgésük, az energiájuk áthat. Így van, így van. Tulajdonképpen úgy kell elképzelni őket, mintha egyfajta hidat képeznének a látható és a láthatatlan világ között. És üzennek, beszélnek hozzánk. Tehát, ahogy az előbb említettem, tényleg ők élnek. Egy élő energia mind. Fantasztikus. Milyen területeken hatnak? Tehát milyen speciális dolgokat tudnak képviselni, hozni az életünkbe? Hú, hát erre nagyon sok példát tudnék mondani, sőt, szoktam mondani, hogy könyvet is tudnánk már erről írni. Igen. Mikor mi átadunk egy mandalát, akkor mindig szoktuk kérni, hogy jelezzenek nekünk vissza egy pár héten belül, hogy milyen hatásokat érzékelnek és észlelnek, mert nyilván az nekünk is egy nagyon jó visszajelzés.
és tulajdonképpen egészen a párkapcsolati problémáktól kezdve, például volt egy hölgy, aki egy héten belül megtalálta élete párját, szerelmét, és azóta is köszöni szépen, nagyon jól érzi magát. Ő milyen mandalát kapott? Tehát nagyon szép a medálot, tehát ilyen kisebbet, nagyobbat. Igen, ő egy medált kapott, hát a méretek itt is látszanak, ugye, hogy az egész pici medáltól, amiket mi lélek fénypecséteknek nevezünk tulajdonképpen, egészen, ami ide most nem is nagyon tudnánk hova tenni, az 1 méterszer 1 méteres méretig fali térmandalákat is készítünk. Ugye látszik, hogy üvegre készülnek, speciális kristályokat, gyöngyöket és festékeket használunk hozzá. Ami nagyon lényeges, hogy 2 egyforma mandala sosem születik, hogy még a példákra visszautaljak, ne kalandozzak el nagyon, az egyik barátom karmagyorsítónak nevezte el a medálját, mert ahogy a nyakába vette a medált, pár napon belül egyszerűen olyan események sorozata követte az ő életét, hogy ő ezt a nevet adta neki. Természetesen nyilván az ő javát szolgálja a legfőbb fejlődését. Milyen mandalát kért tőled? Ő egy teljesen személyre szóló lélekfénypecsétet kért. Na most ezek a medálok nem úgy készülnek, illetve a mandalák, hogy egy bizonyos területre szeretném kérni, és akkor arra készítjük el, mert tulajdonképpen amikor készítés közben egy mandala úgy működik, hogy egy behangolt térbe vagyunk bent. Összekapcsolódunk önmagunkkal, illetve a forrással, az elmét azt így szépen hátra tesszük, és tulajdonképpen egyfajta közvetítő csatornaként veszünk részt, és a kezeink csak eszközök ahhoz, hogy mire ugye elkészülnek ezek a csodálatos alkotások, és sose tudjuk, hogy mikor elkezdjük, hogy fog kinézni a végén. Tehát ez egy folyamat. Ez azt jelenti, hogy teljesen személyre szabott minden, amit készítettek. Abszolút személyre szabott. Attól lesz ez személyre szabott igazából, hogy el szoktuk kérni a születési nevét és a dátumát az illetőnek. Ez alapján kiszámolunk egyfajta hiány, illetve kódszint, ami alapján egy egész szép kis jellemzést tudunk leírni róluk, és amikor adjuk át a mandala medált, vagy akár a nagy mandala képeket, akkor ezt a jellemzést is át szoktuk adni vele együtt, és hát nagyon találó igazából. A hiányszín, ami ugye hiányzik az ő képletéből, az meg természetesen bele fog kerülni a mandalába. Ez, hogy hiányszín, ez hogy érted, hogy hiányszín? Hát ugye, ha azt nézzük, hogy a mandala is, és minden, ami minket körülvesz, rezgésekből áll, és minden színnek is megvan egy maga frekvencia, egy maga rezgése. És ami az ő képletéből, születési dátumából, illetve nevéből hiányzik, annak a színnek az energetikájával dolga van ebben az életben. A kódszín pedig azt jelenti, hogy azoknak a színeknek az energetikáját már születésétől kezdve csodásan, gyönyörűen tudja működtetni. Valószínűleg azokat a színeket kedveli, amik amúgy születése óta benne vannak a képletében? Ez nem biztos, de az biztos, hogy már benne van úgymond a rendszerében, és segíti őt. Jó, tehát ti ráhangolottok az ember, vagy ugye ti most többes számban beszélek, mert jól tudom, hogy... Igen, és én ezt az elején is felejtettem mondani, hogy nem egyedül készítem ezeket a mandalákat, hanem kolléganőmmel, Bogára Márkával, aki most nem tudott itt lenni, de természetesen együtt építjük és készítjük ezeket a csodákat. Igen, és akkor így úgymond jön az információ az adott emberről, és akkor így készül a személyre szabott mandala. Így van, ilyenkor rá szoktunk hangolódni, és tényleg csak eszközökként ülünk ott, és csodálatos alkotások tudnak megszületni. Igen. Kriszti, és ugye te ilyen festő esteket is tartasz, vagy tartotok a Márkával. Tehát ahol aki akár hozzáértő, akár csak szimpatizáns, ugye, tehát akkor segítitek, hogy ő maga készítse, vagy ez hogy működik ez az egész nálatok? Igen, ez úgy működik, hogy kis létszámban egy 8-10 fővel szoktuk általában indítani ezeket a mandala esteket, és tulajdonképpen amikor mi magunk készítjük a mandalát magunknak,
akkor a saját lelkünk üzen a mandalán keresztül. Mm. Amikor színekkel töltjük fel, akkor az érzelmeinket visszük bele, és mire elkészül egy mandala, hát eleve egy gyönyörű, csodálatos oldási folyamaton visz keresztül minket. Tehát már ez egy gyógyulás, ahogy az ember elkészíti magának. Abszolút. Hát ugye a mandaláról azt mondjuk, hogy elindul egy pontból, ugye itt is lehet látni, hogy van mindegyik mandalának egy középpontja. Ebből a középpontból szépen elindulunk, elindul egy kiáradás, és aztán a szélénél ugyanoda visszafordul a középpontba, egy folyamatos körforgás, egy folyamatos áramlás, és tulajdonképpen egy utat járunk be ezzel, mire elkészül a mandala, és gyönyörűen tükrözi az adott illetőnek a jelenlegi állapotát, amivel odaérkezett hozzánk. És hogy mire van szüksége? Azt is mutatja, hogy milyen színekkel dolgozik, így van, milyen hát formákkal. Beszélnek a színei és formái alapján hozzánk természetesen. Igen, igen. Hát bárki mehet ilyenkor hozzátok egy ilyen festő estre. Bárki, nem kell festőművésznek lennie, abszolút bárki, és el kell, hogy mondjam a kedves nézőknek, hogy csúnya mandala még sose született, és a legjobban ők vannak, ők csodálkoznak el rajta, hogy hú, ezt én készítettem, tehát olyan, mintha a mandala vezetné őket. Tehát nem lehet, kitalálja az adott ember, aki elmegy hozzátok, hogy én most kék és piros mandalát, vagy bármilyen színűt fogok készíteni, hanem ez ott úgy történik. Így van, illetve ez direkt mindig fel is hívom, fel is szoktuk hívni a figyelmüket arra, hogy nem, ne elméből próbálják azt, hogy most a piros színhez a rózsaszín szín nem megy, és akkor én azt nem teszem bele, hanem tulajdonképpen bízzák magukat a belső érzéseikre, a belső vezettetésre, hiszen a lelkünk azáltal tud üzenni nekünk, hogyha teljesen ráhagyatkozunk. Igen. És gyönyörű harmonikus mandalák tudnak születni. És akkor utána ezt elkészítik az adott vendégek, és akkor ezt ők haza is tudják vinni, gondolom. Természetesen, és ez onnantól kezdve hatni fog rájuk, ugyanúgy tisztítja a környezetüket. És hát innen is nagyon sok visszajelzést kaptunk. Van, akinek a gyermekáldásban segített például, tehát tényleg határa csillagoség, hogy mennyi mindent tudnak ezek a kis csodák. Értem. Kriszti, nagyon élvezetes volt, nagyon-nagyon gyönyörűségesek tényleg, és ugye te egy nagyon kreatív ember vagy, rengeteg dolgot úgymond lecsatornázol, tehát érkezik információként hozzád, és különféle üzenetek, írásos üzenetek is, úgyhogy én most szeretnélek megkérni így zárásként, hogy valamit, ami a szívedhez közel áll, akkor osszuk még meg a kedves nézőkkel így zárásként. Rendben, nagyon szívesen. Ugye a jelenlét az nagyon-nagyon fontos mostanság, nagyon sokat beszélünk a mostról és a jelenlétről, és egy mandala alkotás közben aztán igazából bele tudunk mélyedni a saját belső csendünkbe, és én most erről hoztam a kedves nézőknek írást. Szólít a csend, lépj hát közelebb. Érezd a csendben végtelen szeretetemet. Csak érezd, és ne szólj semmit. Hisz nincs is rá szó, melyel ezt az érzést ki tudnád fejezni. Csak érezd, s ne szólj semmit, hisz bármit is mondanál, nem érne ennyit. Csak érezd, s ne szólj semmit, s tanulj meg a szeretet hangjára figyelni. Csak érezd, s ne szólj semmit, csak hallgass dallamát, mely eritmus zengi. Csak érezd, s ne szólj semmit, tanulj meg e csendben, önmagadban lenni. Csak érezd, s ne szólj semmit, s érezd a szeretetet, mely benned van, s nem kint. Csak érezd, s ne szólj semmit, s lásd, ahogy szívedben minden fényé bomlik. Csak érezd, s ne szólj semmit, s e fény egyre beljebb szólít, s ott benn legbelül egyszer csak azt veszed észre, hogy te magad vagy a szeretet, s nem annak része. Szólít a csend, lépj hát közelebb, s érezd a csendben, hogy te magad vagy e szeretet. Hát nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, Gyulainé Horváth Krisztina volt most a vendégem, aki mandala festő művész és lélekgyógyász is egyben. Kedves nézőink, második vendégem Pusztai Orsolya, aki egy nagyon színes egyéniség, Orsi karma-asztrológus és lélekgyógyász is egyben. Orsi, szeretettel köszöntelek itt a műsorban. Szervusz, köszöntelek én is.
és előre szeretnék elnézést kérni mindenkitől, én mindig tegeződöm mindenkivel. Úgyhogy ha a nézőket meg fogom szólítani, akkor le fogom tegezni, ha ez bárkit zavar, akkor vegye magázásnak. Jó, ez a tiszteletem jele. Egy picit magamról kéne beszélnem, így ugye? Így van, így van. Hát az az igazság, hogy ez egy kicsit nehéz, bár nagyon sokat beszélek, mert tanítok és gyógyítok, de magamról mindig egy kicsit nehezebb. Nagyon röviden. 11 éves koromban volt egy egységélményem, ahol én magam lettem Isten, és átéltem a mindenség erejét, a mindenben jelenlévő létezést. És ez olyan mélyen megérintett, hogy ott nagyon sokáig nem is tudtam kapcsolódni igazán vissza magához, az emberi világhoz, de aztán ugye jött a pubertás, az segített vissza kapcsolódni, és azért akkor a fiúk jobban kezdtek érdekelni, úgyhogy ez az egységélmény valahogy úgy lekerült úgy a paplan alá. De ezzel nekem dolgom volt, úgyhogy nem hagyta annyiban az univerzum, meg az én szellemi erőm se, úgyhogy ha nem akartam szépen magamtól, akkor valahogy rávezetett arra hogy tereltek. Nekem erre. Uh-huh. Ezzel dolgom van. Nekem 22 éves koromban meghalt az édesanyám a karjaim között. Én egy hosszantartó betegséget asszisztáltam vele végig, és amikor ő elment, az nekem olyan volt, mintha én is elmentem volna vele. Kicsit újjászülettél ott? Akkor még nem. Ott inkább ott azt nem. mondanám, hogy lementem kutyába. Mm-hmm. Tehát a lábtörlő alá, és egyszerűen nem találtam magam. Aktiválódott bennem egy olyan karmikus betegség, ami testileg és lelkileg teljesen összetört. Én nem tudtam mozogni, bemerevedett minden izületem. Orvostól orvosig jártam. Semmi nem segített, minden, amit tudtak, tűpárnának néztek, és kísérleti nyúlnak, az összes gyógyszert beszedették velem, tiszta roncs lettem. És akkor úgy éreztem, hogy ez így nem mehet tovább, feladtam mindent, azt mondtam, hogy nem érdekel, legyen, ahogy lennie kell, ha kell, akkor itt most lépjek át és halljak meg, de én ezt tovább nem csinálom. Teljes megadásban voltál? Teljes feladás. És ez volt az, ami aztán átlendített engem, és az akaratom és a külső hang helyett a belső hangra találtam itt rá. Fordult. Így van. És ez a belső hang elkezdett engem vezetni, olyan belső képességeket aktivált bennem előző életeimből, és ehhez ugye a nézőknek azért tudni kell, hogy nagyon nehéz úgy beszélni előző életről, ha valaki ezt nem hiszi, nem tudja, nem érti. Persze. De muszáj vagyok, mert különben nem lehet követni. Tehát ez az, amit mi csinálunk, ez most itt ez csak egy felvonás, ahol én most Pusztai Orsolya vagyok. Egy nagyon kellemes, küzdelmes, de gyönyörű, szeretetteljes felvonás, de amikor én lerakom ezt a jelmezemet, akkor lehet, hogy valaki másként majd újjászületve folytatom valahogy tovább, és a múltból ezt hoztam át, és folytattam tovább, és így indultam el a lélekgyógyászat, a karma-asztrológia, a taró, a számmisztika, és még nagyon sok nagyon egyéb sok dolog mindennel felé. Foglalkozol. Igen. Orsi, ez a karma-asztrológia, ez pontosan mit akar? Hát a karma-asztrológia az asztrológiának egy olyan speciális ága, ami különösen a karmikus hozott dolgokkal, feladatokkal, vállalásokkal foglalkozik. Tehát maga az elemzés ugyanabból az alapképletből, a születési horoszkóp ábrából indul ki, mint a nyugati asztrológia általában, csak a karma-asztrológia külön megnézi azokat a karma jelölőket, azokat a hozott képességeket, készségeket, feladatokat, nehézségeket, amit az előző életből áthoztunk, valamiért nem sikerült megcsinálnunk, de most itt feladatként vállaltuk, vagy az érem egyik oldalát ott megéltük, de nem tapasztaltuk meg a másikat, na akkor most itt azzal kell foglalkoznunk. Tehát igazából a karma-asztrológia egy lélektérkép. Jobban megismerem önmagam, ez azt jelenti? Igen. Én azt szoktam mondani, hogy ha elmegyek a boltba és veszek egy hajszárítót, ahhoz adnak használati utasítást. Az emberhez is kell legyen. És van. És ez az. Van, csak titkosan van írva, tehát meg kell tanulni a titkos írást megfejteni, de a karma-asztrológia igazából egy használati utasítás az életre, személyre szabottan. Tehát én tudom azt, hogy mit hoztam, miért vagyok itt. Tehát így minden van. Ilyesmire választad ez pontosan, az elemzés. Pontosan, honnan jöttem, mi volt az akkori feladatom, azt jól csináltam-e? Amit jól csináltam, mint készséget, mit hoztam át, ami már nagyon könnyen megy. Amit nem jól csináltam, mint feladatot, mit hoztam át? És ennek kapcsán mit vállaltam itt?
az életterületeimben, a személyiségfejlődésemben, a nehézségekben, az önmeghaladásban, hol lesz, ahol mindig beleütközöm valamibe, mert ott kell fejlődnöm. És mi lesz az, ami nagyon könnyen megy, mert ahhoz már olyan készségem van, amit életek folyamán én begyakoroltam. Kivel kell találkoznom például. Tehát meg lehet nézni, hogy az az ember, akivel én most együtt vagyok, milyen közös karmikus életünk van, mi a feladatunk egymással. Bármilyen kapcsolódásban, tehát legyen munkahelyi, párkapcsolati, szülőgyerek. Így van, pontosan. Igen. Ugye nagyon sokan keresik ma az útjukat, ez egy ilyen divatos kifejezés a spirituális gondolkodású emberek körében, és akinek fogalma sincs, hogy merre menjen, mit csinálja, csak esetleg azt érzi, hogy ahol most van, az nem az övé, az a munka, az a tevékenység, ebben is tud ez az elemzés segíteni? Igen, nagyon-nagyon megmutatja azt, hogy mi a mi utunk, merre kéne mennünk. Egyébként ezt az ember érzi. Tehát belül azért mi érezzük, hogy hú, ez minket érdekel, ide el kéne menni, ezzel foglalkoznom kéne. Csak ugye a társadalom, az ego hangja, a félelmek, azok azt mondják, hogy jaj, nem, mert nehéz, meg ahhoz egy kicsikét le kéne mondanom dolgokról, inkább akkor nem a könnyebb utat választom, de a karma-asztrológia gyönyörűen megmutatja, mi a feladatunk, miért, és hogyan tudjuk azt jól megcsinálni. Mondanál erre konkrét példát is? Tehát, hogy terel egy ilyen elemzés? Hát először is nagyon sokat ad a múltból, olyan dolgokat tár fel, amit megértünk, például, hogy miért gondolkodom így, miért viselkedem így, nem értem, honnan jönnek ezek, a felrakom a lemezt, és lenyomom azt a bizonyos mondatot, és kiderül, hogy az előző életben ezt annyira begyakorolta, hogy készségszinten ott van, csak neki most nem ez lenne a feladata. Tehát hanem ezt kéne elengedni már. Így van, hanem meghaladni és más oldalról, vagy mivel kéne foglalkoznom. Mi ez, ami rávezet engem a készségeimre? Milyen munkát kéne vállalnom? Milyen emberekkel kéne magamat körülvenni? Tehát irányokat tudsz mutatni? Irányokat ez konkrétan mutatni. Mit jelent? Tehát például ott van mondjuk egy kedves néző, aki most néz minket, és azt mondja, hogy csak azt tudom, hogy most itt nekem nem jó, mondjuk irodában dolgozik, legyen ilyen nagyon általános, és honnét tudom azt, hogy merre kéne indulnom? Tehát, hogy valami művészet, vagy mit mutatsz meg hát nekik? Ezt a csillagok megmutatják, ez bele van írva. Az asztrológiában, aki foglalkozik vele, tudja, hogy vannak életterületek, tehát több kaput nyit nekünk az asztrológia, és minden kapu mögött, mint a hétszakálú herceg várában, ott van ugye az, ami ránk vonatkozik, vagy bemerünk lépni a kapun, vagy nem, vagy ott toporgunk. És a karma-asztrológia meg tudja mutatni, hogy ha én bátran vállalom és belépek azon a kapun, például neki nem irodában kéne ülnie, hanem neki mondjuk tanítania kéne, mert ahhoz van affinitása, abban kell fejlődnie. Ő nagyon nem szeret beszélni, de pont az lenne a feladata, hogy beszéljen. Legyőzze kicsit van, önmagát. Így van. Vagy nagyon egyedül szeret lenni, de pont az lenne a feladata, hogy ismerkedjen és emberek közé menjen. És pontosan azért fél tőle, mert ez a kihívás benne. Hiszen hogyan tanulnánk meg, ha csak otthon ülnénk, és mondjuk néznénk a tévét, és nem csinálnánk semmit, abból nem lehet tanulni. De kimegyek, kilépek a komfortzónámból, a félelmeimet meghaladom, és azt mondom büszkén, hogy na megcsináltam, na abból lehet tanulni. És gondolom kapsz ilyen visszajelzéseket is, hogy akik így elindultak, tehát önmagukat legyőzve komfortzónából kiléptek, tehát hogy tényleg valóban utána azt szívesen és örömmel csinálják. Hogyne, mindig kérek visszajelzést, sőt, évente szoktunk találkozni, mert van úgynevezett éves karmahoroszkóp, ami arra az évre megmutatja, hogy most milyen karmikus feladat van. Tehát mindig vissza tudjuk követni, meg tudjuk nézni, hogy amit előző évben beszéltünk, abból mit sikerült megvalósítani, most az hogy irányozódik elő erre az évre. Tehát mindig van mankó. Csak egyre kell figyelni, én is beleestem abba a hibába, hogy függő lettem. És minden héten megnéztem azonnal, hogy úristen, most ezzel találkozom, azonnal megnézem, hogy mi lesz. Az se jó, mert akkor a szabad akaratot egy kicsit lenyomja az ember, és minden determinálja. Vagyis az életet élni kell. Pontosan hagyni kell, hogy meglássam, hogy mennyit fejlődtem. Tegnap hogy csináltam most hogy csinálom, és hogy fogom csinálni a jövőben. Csak így tudom a fejlődésemet követni. Mondtad ugye, hogy ugye ahhoz, hogy valaki kilépjen a megszokott kerékvágásból, ugye a saját kis félelmeivel kell szembenézni, és ezeket legyőzni. Ebben is tudsz nekik segíteni? Tehát akik hozzád fordulnak, és tudom azt, hogy ezt kéne tennem, de nem merem. Akkor mi a módszer, vagy mit használsz hát ilyenkor? Hát a karma-asztrológiát azt igazából egy feltérképezésre szoktam használni, és utána, mivel lélekgyógyász is vagyok, meg szoktuk beszélni egy-egy ilyen elemzés után,
hogy hol vannak olyan gátak, akadályok, esetleg negatív tudati programok, vagy lélekblokkok, amit kioldva segíthetünk, hogy ez a terület felszabaduljon. És utána egy lélekoldó konzultációval, vagy esetleg többel, szoktam ezen segíteni közös munkával, és akkor azok, ha feloldódnak, azok a negatív programok, és azt hiszem, hogy én képtelen vagyok rá, hogy lennék, igen, képes vagyok mindenre, hiszen a képzeletem így van, ott van, akkor miért ne szabadítsuk föl ezt a képzeletet, és miért ne adjunk lehetőséget a teremtő erőnek? Nagyon sokszor mi magunk vagyunk a gátjai annak, hogy haladjunk. Így van. De ha rájövünk arra, hogy mi képesek vagyunk magunkat segíteni, támogatni, és igazából mindenre, akkor kinyílik a világ. Ez nagyon jó. Orsi, és hogy történik el csak egy percben egy ilyen konzultáció? Tehát, hogy tényleg ott van valakinek a blokja, a félelme, elmegy hozzád, és akkor ez a lélekgyógyászat, ez egy oldás, ez milyen módszerrel, vagy ez mit akar? Hát erről nagyon nehéz így röviden beszélni, de megpróbálom összefoglalni. Ez mindig egyedi, nem tudok rá kész receptet adni. Mindig attól függ, hogy kivel vagyok, mennyire hajlandó, mennyire nyitott, mennyire kész átadni magát, a bizalom hogy alakul ki, mert ez egy nagyon erős bizalmi kötelék, hiszen olyan dolgokat látok és osztanak meg velem, ami egy belső titok. Tehát én erre nagyon figyelek, hogy tényleg szeretettel odafigyelve, de ez egy belső meditációs munka. Elképzelünk közösen valamit, kivetítünk egy képet, amiben én segítek, és ezt a képet, ha átrajzoljuk, átszínezzük, átalakítjuk, akkor a tudatból az visszajön ide a fizikai síkra, és elkezdi átalakítani a megélést. Tehát a félelemmel teli képből lesz egy pozitív. Igen, nagyon kép. Röviden és nagyon egyszerűen. Igen, leegyszerűsítve, ez igaz, így van. Ez ennél egy kicsit bonyolultabb, de leegyszerűsítve így történik, igen. Orsi, zárásként pedig adjunk egy pár ötletet, tanácsot a kedves nézőknek, hogy mit tudnál nekik javasolni, amit már akárha ma vagy holnap megtesznek, akkor sokat változik az életük? Hát az első, amit nagyon javasok, az ének. Én éneklek folyamatosan, van is egy kis mantra zenekarunk, és nagyon-nagyon szeretek énekelni, ugyanis az énekhang, a saját hangunk rá van hangolva a saját DNS rendszerünkre. Tehát gyógyít, ezért gagyog a gyerek. Tehát énekeljünk bátran a zuhany alatt, énekeljünk mantrákat, az is lehet mantra, hogy áldott vagyok, szeretem magam. És énekeljünk, és hagyjuk, hogy a belőlünk jövő dallam megszólítson. Vagy amit én szoktam minden reggel csinálni. Elképzelem a célomat, mint egy nyitott kaput, ahol ott állok már elérve, és látok egy fehér utat, ami oda vezet. És elindulok ezen a fehér úton, és minden akadályt szeretettel eltolok. És elképzelem, hogy én ezeket az akadályokat szeretettel arrébb rakom, a szeretetem nagyon könnyedén arrébb tolja, belépek a kapun, elfogadom örömmel azt, amire vágyom, összekapcsolódom velem magamhoz, ölelem, és tudom, hogy én azt már magamban megteremtettem. Úgyhogy ezt szoktam csinálni, próbáljátok ki. Ez csodálatos. Köszönöm szépen, Orsi, a beszélgetést. Kedves nézőink, Pusztai Orsolya volt a vendégem, aki karma, asztrológus és lélekgyógyász is egyben. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Mához egy hétre újabb vendégek érkeznek a műsorunkba. Minden jót kívánok!